ez nem az, aminek látszik. Millás reggeli. No, a jövő bankolását, fú, de imádom ezt a szót, hogy bankolás, de ez annyira bement a köztudatba, hogy mi is használjuk. Tehát a jövő bankolását fogjuk itt felvillantani a hallgató közösség előtt. Stringában a Microsoft Magyarország Account Directora van itt, és Danko Zoltán az OTP Bank elosztott rendszerek fejlesztési főosztályának vezetője. Kezdjük a jó módon módon, Igen, közze. ezzel a jó reggelt kívánunk nektek. A másik kérdés pedig adja magát, mi az a holobank? Jó reggelt hallgatóknak! A holobank egy érdekes új kifejezés. A holográfiával sokan tisztában vannak, ezt ötvöztük a bankolással. Gyakorlatilag két része van ennek az iránynak. Az egyik, hogy virtuális felületen hogy lehet bankolni. Erről majd még pár szót mesélek, hogy miért így. A másik pedig, hogy ebben a felületben gyakorlatilag egy ügyintézési folyamatot is be tudunk vonni. Tehát az ügyintéző, mint egy hologramként jelenik meg. A látómezőn a Leila és a hercegnek is, hogy Pontosan, kell pontosan, pontosan, pontosan. És akkor segítünk. És akkor ennek mentén ebben a csatornában zajlik a kommunikáció az ügyintézővel. De én ülök az irodámban. Balatonparton például. Vagy a Balatonparton, és vagy akkor jön egy hangzik. ilyen hologramos ügyintéző hölgy, akivel én társagok. A túlsó végén élő személy van, vagy mesterséges élő, élő személy van, és a túlvégen egy kamera rögzíti gyakorlatilag a képet, és ezt visszük át az ügyfél otthonába a Balatonpartra, ahova szükséges. Uh -huh. Fú, de érdekes. Belegondoltál ebbe? Én abba gondoltam bele, hogy ez azért jó, mert ugye egy személyes, gyakorlatilag egy ilyen, majdnem egy ilyen privát ügyintézés történik, de ehhez van valami külön applikáció, vagy valami külön környezet? Tehát mondjuk rögzíti számomra ezt a beszélgetést, vissza tudom-e nézni, stb. Mert ugye az is fontos, hogy én ott voltam önnél, beszéltem, aláírtunk, stb. Az egy dolog, de ez mégiscsak egy ilyen hát interaktív, de virtuális kapcsolat. Két része van a folyamatnak, egyrészt manapság általában úgy teszik fel a kérdés, hogy most kényelmes legyen, vagy biztonságos, uh -huh. amilyen megoldást szeretnél, mi azt mondjuk, és kapcsolat van a kettő között, tehát a kettőt egyszerre kell összehozni, ezért keresünk olyan megoldásokat, ahol ezt a kettőt egyben tudjuk biztosítani, és minél kevesebb applikáció, vagy úgynevezett kísérő sallan kelljen hozzá, és minél egyszerűbben, minél kevesebb eszközzel lehessen megvalósítani azt, amit szeretnénk, és azt minél sokrétűbben. Uh -huh. Ez Igen. Milyen elemekből áll ez az egész? Hogy épül fel? Hogy lehet ezt a, ezt a hatást elérni? Alapvetően a, az egyik elem a Microsoftnak ez a HoloLens terméke, ami már régóta a piacon van és folyamatosan fejlődik tovább. Ezt találtuk a fejlesztőcéggel a legjobb eszköznek per pillanat, ami a piacon elérhető. A 360 Word nevű fejlesztőcéggel, amelyik akreditáltan erre a termékre fejleszthet, álltunk össze, és így a Microsoft-tal hármasban, hogy ezt a termékfejlesztést elindítsuk. Mm. És igazából is nagy tapasztalatuk van légirányítástól kezdve nagyon sok területen, úgyhogy igazi profi csapat én jött én. össze. Ez mi ez a hololensz, aki nem tudná? Endre mondta ugye, hogy mi nekünk volt alkalmunk ezt kipróbálni, de, de ez micsoda és hogy működik, és mire jó, mire használják, lehet-e ezt már Magyarországon elérni? Ezzel ennyi kérdés jut eszembe. Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak. Ugye a Microsoft ebbe a történetbe az eszközt szállítja, a hololens magát, ami egy, egy, olyan szemüveg, ami egy speciális hardware van ellátva, és tulajdonképpen ő adja azt a fajta érzést, azt a virtuális valóságérzést, egy kivetített valóságérzést, ami, ami, amire a, a, kollégák is ugye nagyon jó alkalmazásokat és környezeteket fejlesztenek. Ez egy olyan eszköz, ami Magyarországon is elérhető. Elsősorban a fejlesztő és a vállalati körre szánták az első kiadását ennek, a, ennek, az eszköznek. Ugye ez egy olyan, olyan valami, egy megoldás halmaz, ami keresi a problémákat, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen nagyon jó felvetéssel az OTP bank közösen egy nagyon jó választ tudtunk adni. Tehát itt nagyon fontos az, hogy legyen egy fejlesztési, rövid fejlesztési rész is, amiben egy konkrét termék létrejön, és ezzel használhatóvá válik a maga ez a környezet is. Izgalmas. Mennyire szokatlan ez a felhasználási terület? Ugye elhangzott az, hogy a légirányításban, és azt hiszem, Endre, te is egy e, ilyen hololenszes Igen. megoldást e, teszteltél, ugye? Az így a légirányítás, ahol Egy óránkon keresztül nézte a Ferihegyi e, irányítóközpontot, ez, ez egyik ilyen csapat járt itt a stúdióban. Szóval ez egy alkalmazási terület, de a, a pénzügyekben e, ez egy ilyen úttörő kezdeményezés? Uh, annyira igen, hogy uh, gyakorlatilag nem tudunk más olyan banki szereplőről a világban, akik ebbe az irányba elmentek volna, és ilyen típusú megoldást uh, alakítottak volna ki. Uh, úgyhogy ennyiben igen. Tehát mindenképpen útörő szerepet játszunk ebben az egészben. Uh, és kutatásfejlesztési szakaszban tartunk, tehát a Popovics uh, László által vezetett kutatásfejlesztési részlegünktől indult el ez az egész történet, és most gyakorlatilag ez bővül ki, hogy uh, hogy tudunk szolgáltatást készíteni belőle minél előbb. Mennyire ad ez plusz dolgot? Ez kinek szól ez a fejlesztés? Nem féltek-e például attól, hogy idegenkednek az újfajta technológiától a felhasználók? Ez mindig egy érdekes kérdés egy új donság bevezetésekor. Minden termék és szolgáltatás különböző célcsoportoknak szól, tehát nyilván lesznek, akik rögtön kipróbálják és használni fogják, lesz, aki idegenkedik tőle, de nem fog különbözni sokban a mobil használattól. Tehát az, hogy valaki mobilon bankol, 8 évvel ezelőtt az még egy futurisztikus dolognak számított. Azt gondolom, hogy itt is lesz a szokásos görbe, hogy lesznek, akik kipróbálják, elkezdik uh -huh. használni, a tapasztalatokat pedig vissza tudjuk építeni a szolgáltatásban. Mennyi pluszt ad -e szolgáltatások ez szolgáltatások tekintetében? Ez a felhasználók uh -huh. szempontjából és nyilván a bank szempontjából miért fontos egy ilyen fejlesztés? Uh, és visszatérnék a kényelem és biztonság kérdésköréhez, mert ez volt az egyik fő szempont, amire uh, remozdultunk. Tehát jelenleg, ha bankolok, akkor egy fel Használó név, jelszó párossal ö, kell magamat azonosítani. Ö, ezzel régóta tudjuk, hogy problémák vannak, meg, meg könnyen ö, feltörhető, vagy bármi történhet vele, annak ellenére, hogy minden bank nagyon kényesen vigyáz erre a dologra. A megoldás kapcsán a microsoft és a fejlesztő cégével való együttműködés arra megy ki, hogyha felveszem a HoloLens-t a fejemre, akkor gyakorlatilag ezzel a folyamattal azonosítson is engem, mint felhasználóta a rendszer. És nem két faktorral, hanem több faktorral egyszerre. Uh -huh. És ez nyilván termékfejlesztés is, és ezért kell a Microsoft is hozzá. De, de bocsánat, itt, itt például a HoloLens alkalmas arra, hogy valami biometrikus azonosítást végezzem, vagy, vagy nem de, teljesen? Még nem, viszont a fejlesztés irányok ebbe az irányba is mennek. Tehát, hogy minél több faktort tudjunk bevonni a jelenleg ismert technológiai lehetőségekből. És ezáltal gyakorlatilag ne legyen kétséges az, hogy ki használja az eszközt. És én a kényelem, tehát hogy nem kell passzfölddel és egyebekkel bajlódni, megjegyezni, hol tároljam a Sőt, lehetőségünk van arra is, hogy fennhangon elmondom a jelszót, amit az ügyintéző kér tőlem. Uh -huh. Mert hiába hallja valaki, ugyanis a, az egyik faktor ez még az lesz, hogy ebben a virtuális térben lehessek egy tárgyat valahova, ami ott is marad. Tehát az nem változik, ezt csak én tudom, hogy hova tettem és mit. Aha, tehát a többi faktort, hogyha mind megszerzés valaki... Tehát egy valaki. Bankfiókban van egy könyves szekrény, azon van egy lilaborítós könyv, annak a közepén van egy Game kapocs, és ezzel azonosítottam például, magam. Például. Még ha valaki felveszi ezt az, az, az egészet helyettem, az ugye végig kell Így kutatni van. az hát, egészet. Tehát, hogyha az új lenyomatomat, hibiszemet és mm. minden mást is megszerzett, akkor még mindig van egy olyan ö, lépcső benne, ami ami hiányzik a teljes körű azonosításhoz. Ez bankszempontból is jó, mert ö, abszolút kétséget kizáróan tudjuk azonosítani az ügyfelet, mm -hmm. hogy kicsoda. Milyen előnye van még a pénzintézet szempontjából? Azt próbáljuk megérteni, hogy az OTP miért vágott bele egy ilyen fejlesztésbe, egy ilyen csúcs technológiás fejlesztésbe. A bankszektor nem csak Magyarországon, Európában is nagyon konzervatív, nagyon sok bevált megoldást használnak, viszont megjelentek olyan technológiai vállalatok a piacon, akik gőzerővel fejlesztenek ezekre a piacokra is. Uh, innentől kezdve nagyon nem lehet kérdéses az, hogy mennyire uh, haladunk az innovációval előre, és mennyire tudunk ezekkel a vállalatokkal versenyezni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem annyira a bankokkal kell versenyeznünk a piacon, uh, hanem ezekkel a nagy vállalatokkal, akiknek a fejlesztési apparátusa, pénzügyi hátter és minden uh, gigantikus nagy. És ne felejtsük el a kínaiakat is, a Tencent is, gyakorlatilag Európában és az, az tengeren túlon is be a piacra, erre a piacra is. Igen. És olyan előnyük van, amivel versenyezni kell, és azt gondoljuk, hogy ha nem fektetünk sokkal több energiát az innovációba, akkor ez egy nagyon nehéz verseny lesz. A hallgató abból a szempontból, hogy szkeptikus azt írja, hogy legyen sok ezerért internet előfizetésen, kell egy méregdrága mobiltelefon, meg egy jó drága HoloLens, és ez így olcsó lesz, de itt ilyenkor mindig hadd siessek a segítségetekre, az első mobiltelefonokat hadd citáljam, ami még ilyen diplomatatáska méretű volt, azt sem mindenki engedhette meg magának akkor. Van. De most már mindenki. Gondolom, hogy itt, ahogy a fejlesztés előre halad, meg beindul a gyártás, meg kimunkálódnak a részletek, akkor ez, ez nem fog ilyen kategóriába kerülni, ugye? E, így van, e, nyilván az elején, e, ameddig ebben a kezdeti szakaszban van, addig e, valószínűleg az ára is e, drágább lesz, viszont azt gondoljuk, hogy e, a cél az, hogy egy e, jobb minőségű mobiltelefon árával összemérhető legyen. És nyilván a Microsoft is versenyre kényszerül a piacon a különböző más gyártókkal. Azt gondolom, ez egy normál piaci tendencia, hogy ennek az ára is e, csökkenni fog, cserébe a hatékonysága egyre jobb lesz megengeditek, én kiemelnék még egy aspektust, a pénzintézeteknek egy szerintem általános kihívása manapság, hogy a fiatal generációt nem igazán tudja jól megszólítani, hogy a bankolásba bevonni és aktívan kezelni, és szerintem ez egy kiváló eszköze, kommunikációs eszköze és egy ilyen, egy ilyen szemfelnyitó ennek a generációnak, aki ezekbe a kütyükbe fog élni. És a jövőben nyilván ezeknek új verziói lesznek, sokfajta hasonló eszköz lesz, és ebbe aki úttörő, az szerintem nagyon-nagyon Pontos alapokat tud letenni. Uh -huh. És uh, igazából nem csak a, az eszköz maga, hanem az a mögöttes fejlesztés, ami szükséges hozzá, hogy a biztonságot, mert több ponton is kiemeltem. Tehát ezen a részen is fejlesztünk, ez nem annyira látványos, viszont uh, legalább annyira hatékonynak kell lennie. Ez egy kritikus kérdés lesz, nem csak a bankoknak, az összes nagyvállalat számára, hogy ez hogy oldja meg. Okay. Mikor lesz ez? Ez igen, az utolsó kérdés. kérdés 3-5 év? Uh, Manapság annyira gyorsan fejlődik minden, hogyha két évnél tovább tart valami, akkor az uh -huh. már késő. Pontos dátumot még nem mondok, ez egy jelenleg még nem elérhető uh -huh. szolgáltatás nyilvánvalólag, viszont azon dolgozunk, hogy minél előbb legalább egy célcsoportnál már be tudjuk vezetni aktívan használatban is. Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, szurkolunk neki, izgalmas fejlesztésnek tűnik meg, hát legyünk ebben világelsők, ez tök jó, legyen egy jó best practice Magyarországon a holobankolással. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Strén Gábor a Microsoft Magyarországtól és Danko Zoltán az OTP Banktól, és egy picit a holobankolásról beszélgettünk, további szép napot nektek! Köszönjük szépen!